digitális tananyagok egyenesen Kásler Miklóstól. Sziasztok, Dugán és Ferencők, ez pedig itt a hétvégi logaritmus. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy a mai könnyed adáshoz melyik kockás ingemet vegyem föl. Végül ezt a flamingósat választottam, mert arra gondoltam, hogy ahogyan a flamingók leszálltak az ingre, ugyanúgy szálljon közénk Kásler Miklós bölcsessége. A mai adásban is egy gyűjtés Kásler Miklós digitális tananyagnak is beillő fellépéseiből. Első óránk matematika. Nézzük, mit mond a professzor. Egy Gödel nevű matematikus bizonyította, hogy minden matematikai képlet egy másik matematikai képlettel cáfolható. Hát igen. Gyerekek, köszönjük, hogy itt voltatok az év első és egyben utolsó matematika óráján. A matematikában minden és mindennek az ellenkezője is igaz. Úgyhogy azt hiszem, becsukhatjuk a könyvet, és hazamehetünk, vagy legalábbis menjünk a következő órára. Kásler Miklós nagyon haladó szellemiségi pedagógus. Nézzük meg, hogyan lehet egy integrált hittan fizika órát megtartani. Newton nem fizikus volt, ő egész életében a Bibliát tanulmányozta, aztán úgy véletlenül leírta a mechanika alaptörvényeit. Talán még azt el is sietjük, hogy viccelt ő is, az, hogy azt véletlenül leírta, de azt, hogy ez a Biblia tanulmányozásából jött volna ki neki, az szerintem egy kicsit lehet, hogy erős, de mindegy, adjuk át a tanár úrnak a harmadik óra, most már legyen tényleg fizika. Nézzünk pár kőkemény fizikai állítást. Így van ez az Einstein-féle egyszerű képlettel is, sőt, mi több, be is bizonyították azóta, hogy ez sem áll. Bár ezzel azért óvatosan bánnék, de biztos vagyok benne, hogy Kásler Miklós egyébként itt pontosan arra gondolt, hogy máshogy működik a fizika a makró, mint a mikroszinten, és hát ezért át is adom neki a szót, hogy elmondja, hogy működnek az atomok, hogy talán jobban megértjük azt is, hogy a kvantummechanika és az einsteini fizikának milyen összefüggései vannak. Az atomok még kisebb partikulákból, pozitronok, elektronok, és a többi, és a többi. Hát igen, azt hiszem, hogy a harmadik óránkat is lezárhatjuk, sőt, szerintem haza is mehetünk, ez egy elég fárasztó és intenzív nap volt. Beláttuk azt is, hogy a fizikának sincs semmi értelme, hiszen atomok se léteznek. Ugye azt tudjuk, hogy ha egy elektron és egy pozitron találkozik, akkor ők kioltják egymást és megsemmisülnek, hogy ezt hívjuk annihilációnak. Szerintem amúgy nem baj, hogy Kásler Miklós nem ért mindenhez, ami az emmihez tartozik, sőt, egyértelműen nem lehet egyszer érteni az orvostudományhoz, a természettudományokhoz, az ifjúságügyhöz, az oktatáshoz, ez teljesen normális. Nekem csak annyi elvárásom lenne, hogy olyan dolgokról legalább, amikért ő felelős, ne mondjon teljes hülyeségeket. És persze óva inteném azokat, akik gyakran a vallásos közösség ellen használják fegyverként Kásler Miklóst, megjegyezve, hogy a vallásos közösségek Magyarországon nem igazán határolódnak el attól az embertől, aki vezeti az oktatást, meg pont az egyházakkal is foglalkozik, és egyébként meg ilyeneket mond. Abból a tényből, hogy Kásler Miklósnak így a tudományokhoz kb. Semmi köze nincsen, abból azért nem következik az, hogy a tudományok és a vallás összeegyeztetetlen, tehát azért a logikai szigorúságot tartsuk meg. Szóval, ha valakinek nincs elég digitális oktatási tananyaga, nyugodtan használja föl ezeket a felvételeket, szerintem a diákok is sokat tanulhatnak ebből. Amúgy meg iratkozzatok fel a Logaritmus YouTube csatornájára, lájkoljátok a Dukán Eres Ferenc Momentum Facebook oldalt. Kellemes hétvégét, hétfőn újra találkozunk.